Szia, Zsombor! Szia, Zoli! Örülök, hogy így lencse végre kaptalak. Többieknél is elmondtam, és jó dolog, hogyha sokat találkozunk, vagy ha találkozunk legalább időnként kiállításokon vagy rendezvényeken, most ez a módja, hogy beszélgessünk egymással. Nem szeretném újra az összes titulusodat felmondani, de azért egy fontos dolog, hogy a Magyar Állattenyésztő Szövetségének ügyvezető igazgatója vagy, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állattenyésztési beszerző és beszállító ipari osztályának vagy az országos elnöke, és csak sikerült ezt a másodikat is kimondanom. Azért ezek olyan funkciók, amik azt predesztinálják számomra, hogy egy csomó olyan információval rendelkezel, amit szívesen megosztanál a nézőinkkel, olvasóinkkal is majd később. Elsősorban nyilván, ami az állattenyésztést illeti. Most, hogy ez a karanténes helyzet van, hogy álltok ti ezzel a online, offline, home office, iroda, bejárunk, tenyésztési szemle? Azért van pár olyan dolog, amit nem lehet home office-ból csinálni, gondolom. Hogy áll az Állattenyésztők Szövetsége ebbe a témába? Igen, nagyon jól mondtad. Van egy-két dolog, amit abszolút nem lehet home office-ba csinálni távirányítással. Ezek például az állatoknak a megetetése, a szemlék kérdése. Tehát olyan, ahol oda kell menni, személyesen ki kell menni, vagy esetleg az állatokat gondozni kell, azt nem lehet home office-ba csinálni. De most először az Állattenyésztők Szövetségében, amit én végzek, az a típusú munka már egy jó ideje home office-szerűen megy. Tehát én nagyon régóta úgy dolgozom, hogy mindig a táskámban a laptopom, telefonom mindig nálam van, az autó az irodám, azt szoktam mondani, évente olyan 90 ezer kilométert megyek körülbelül. Tehát nagyon sokat vagyok úton, igyekszem kinn lenni a végeken a gazdákkal, beszélni, kapcsolatban lenni, kapcsolatban állni velük. Nagyon sokáig volt saját tenyészállatállományom is, aztán rájöttem, hogy azért a kettő együtt ennyiféle munka egy igazi tenyésztési munkát azért már nem tesz lehetővé, tehát ennyi felé nem lehet szakadni. De az igyekszem most is benne lenni a gyakorlatban, tehát van egy olyan cégem, ami azért a szaktanácsadással foglalkozik, illetve tenyészállatkereskedelemmel. Tehát több aspektusból is próbálom rajta tartani a verőerén az ágazatnak a kezemet, és ez azt jelenti, hogy első kézből is nagyon sok információt kapok a gazdáktól, mikor kint vagyok náluk, beszélgetek velük, látom, hogy mit csinálnak és milyen nehézségekkel küzdködnek. Aztán, amikor fölveszem a nyakkendőt, illetve az inget vagy az öltönyt, amit annyira azért nem szeretek állandóan hordani, akkor pedig tárgyalni kell a döntéshozókkal, a minisztérium felé, be kell csatornázni azokat az információkat, amiket megkapok a végeken, vagy a kamara ülései részt kell venni és tájékoztatni a kamara elnökét, illetve a kamarában meghallgatni azt, hogy a különböző ágazatok mivel, milyen nehézségekkel küzdenek. Szerteágazó ez a dolog, amit csinálok, és akkor nem beszéltem még az Állattenyésztők lapjáról, amit ugye hónapról hónapra megjelentetünk, és most egyébként ebben az időszakban próbálunk még informatívabbak lenni, és ezért egy hírlevelet indítunk el, ami heti rendszerességgel fog megjelenni. Tehát ez a home office, ez egyrészt már működik a másznál, másrészt én elég sokat kell, hogy menjek, hát most nem tudok menni, ez azért engem is egy kicsit lefékez, és hát egy szokták mondani, hogy a családban elég izgága ember vagyok, tehát nekem nem egyszerű itt azért megülni a otthoni négy fal között, de szerencsém van, mert közel van az erdő, és azért tudok egészségügyi, szigorúan egészségügyi és egyedül túrákat tenni. Jönnek az információk különböző csatornákon, egyrészt a tenyésztőktől direktbe, a tenyésztőszervezeti kollégáktól, akik egyébként ugye az ágazat különböző szereplőivel folyamatos kapcsolatban vannak, a kamara részéről, és aztán a folyamatos forródróton vagyok a minisztériummal is, hiszen nagyon fontos az, hogy hatékonyan tudjuk és gyorsan közvetíteni, hogyha valami valahol elakad, vagy hogyha valamilyen kérés van, vagy hogyha olyan kérés van, amit nem úgy lehet teljesíteni, akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet teljesíteni. Szerteágazó az, amit csinálok, de mind az állattenyésztés körül forog. Azt azért muszáj elmondanunk így a nézőknek, hogy azban a szerencsébe volt részem, hogy, és van részem, hogy te is ugyanarra az egyetemre jártál, Keszthelyre, a Georgikonra, és mindannyian tudjuk, hogy amikor a Keszthelyi hegyekben hogy az ember sétálni, akkor azt úgy hívják, hogy a havasok, Almádi professzor javaslata alapján, tehát a havasokba jársz te is kitúrázni, ez egy jó dolog és szép dolog. Visszatérve, bocsánat, az állattenyésztés rejtelmeire, milyen információid vannak a tenyésztő kollégáktól, hogy áll a szaporítóanyag utánpótlás, tenyészállat, takarmány, hogy áll az export-import a területen? Van-e valamilyen olyan fennakadási, olyan öröm vagy olyan bánat, amit így érdemes elmondani a nyilvánosságnak is? Hát itt a munkának tovább kell folynia. Azt szoktam mondani, hogy az állattenyésztők azok azért a saját árnyékuktól nem ijednek meg, tehát egy ilyen nagyon nehéz helyzetben is látszik az, hogy józanul és nagyon racionálisan tudnak gondolkodni, és nem esnek kétségbe, hanem
mennek tovább és végzik a munkájukat nap mint nap, erre kényszeríti őket az élet, meg így is vannak összerakva, így is vagyunk összerakva, tehát gondoskodó, alapvetően egy gondoskodó embert kíván ez a szakma, és egy olyan embert, aki nagyon felelősségteljesen gondolkodik, és legutoljára gondol arra, hogy az, amit csinál, azt abba hagyja, vagy föladja. Na most ebből kifolyólag azért folyik tovább a termelés, folyna is kell a termelésnek tovább, hiszen az embereket élelmiszerrel el kell látni. Talán most egy kicsit jobban rávilágít a mi szakmánkra is a média, azáltal, hogy hát nem természetes azért az meg magától értetődő, hogy a boltokban, a polcokon mindig friss élelmiszer van, hanem azért ehhez nagyon komoly munkát, rendszeres munkát kell végezni itt a végeken. A másik dolog az, hogy azért ennek ellenére ez a vírusnak a hatása, az begyűrűzik a állattenyésztőkhöz is, és azért bizonytalanságot, elbizonytalanodást, piaci nehézségeket bizony látunk, tapasztalunk, és hát ez a nagyon súlyostól az enyhéig egy nagyon széles skálán mozog, attól függ, hogy melyik ágazatot nézzük. És egyébként úgy általában még mielőtt belevágnánk a részletekbe, tudom azt mondani, hogy ilyenkor nagyon felértékelődnek a szerződéses kapcsolatok, a hosszú távú szerződéses kapcsolatok. Különösen ezt látjuk a tejnél, a sertésnél, ahol vannak olyan szereplők, és szereplők egy része például, ha nagy mennyiséget állít elő, csinál olyat is, hogy egy részét leszerződi a termékének, másik részét a spotpiacon adja el. Most látja a különbségeket, most sokszor az van, hogy a spotpiacon jobb árakat ér el, most az ellenkezőjét tapasztaljuk, mint mindig nehéz időszakban. A spotpiacokon brutálisan lementek az árak, a szerződéses árak viszont igyekeznek tartani magukat. Az más kérdés, hogy itt is aztán majd előbb-utóbb, és inkább most már ez a hetekben vagy a következő napokban ki fog derülni, hogy meddig tudják tartani azokat az árakat, amiket évelején lekötöttek. Igaz ez a tejre, igaz ez a sertés. A sertésre olyan szinten igaz, és olyan szinten ez most már napi gond, hogy éppen a múlt héten a legnagyobb feldolgozó, most név nélkül, bejelentette, vagy kéri azt a minisztériumtól, és hát tőlünk, a termelőktől és a feldolgozóktól, hogy üljünk le, egyeztessünk, mert nem tudja tartani a szerződéses árait. Annyira beszűkültek a lehetőségei, hiszen ugye a sertéspest is kapcsán már egy ideje nem tud szállítani Ázsiába, illetve az európai fogyasztás azért most egy kicsit átalakul. Nem azt mondom, hogy megrendül, mert azért ez így nagy szó lenne, de átalakul, és kicsit az emberek jobban átgondolják, hogy mennyit esznek és mit esznek, mit fogyasztanak. Azt is látjuk, és ez még mindig általános megállapítás, hogy a tömegtermékeket, azokat, amiket a nagy mennyiségben lehet piacra dobni, és a hipermarketekben meg tudnak vásárolni, azt keresik most inkább, mint a rés termékeket, tehát azokat a termékeket, amik mondjuk egy szűkebb réteget szolgáltak ki, vagy a biotermékek, vagy hát humorosan jelent meg az elmúlt időszakban sokszor olyan kép, hogy a tejhelyettesítők és a tej termékek a polcon hogy néznek ki? Elfogytak a tejtermékek, a tejhelyettesítők ott maradtak. Tehát azért mégis, amikor gond van és baj van, az emberek azért nem azokat a termékeket, és most nagyon finoman fejeztem ki magam, sokkal csúnyábbat is mondhatnék, keresik, amiket békeidőben azért vásároltak, és tartottunk attól, és mai napig is tartunk attól, hogy ezek jelentősebb piaci részesedést fognak kihasítani, de hál' Isten nem erről van szó. A takarmány összetevők, valaki mondta, hogy a egy takarmányos cég, hogy nehezen érkeznek Kínából, vagy nem tudom, távol-keletről a takarmánynak valamilyen kiegészítő anyagai. Hogy áll ez helyre? Állt ez a rend, vagy még mindig fennáll? Két dolog van itt, az egyik a szója, a másik pedig a vitaminok kérdése. A szójánál elszálltak az árak, március 15-16-án robbant a szója piac, egy 20%-os drágulás látható, 120 és 170 forint per kilogramm között alakulnak ma a szója árak. Itt is a hosszú távú szerződéseknél, meg az üzleti terveknél 100-120 forint körül számolgattak, vagy még ennyivel se a tervekben a gazdák. Most ez azért átírja a költségszerkezetet. Ez különösen a baromfinál nagyon éles, mert a tejnél lehet helyettesíteni, ki lehet váltani a szóját. Egyébként ezt régóta mondjuk, most még nagyobb lökést kaptak a gazdák, hogy ezt átgondolják. Vannak egészen nagy cégek, akik többek között a kamara alelnöke, Zászlós Tiborék is úgy állítják elő a tejet GMO-mentesen, hogy nincsen benne szója. De azért ezt nem mindenki tette még meg. De a baromfinál nagyon nehéz, és talán nem is lehet ezt helyettesíteni, a sertésnél is nehezebb ezt megtenni. Tehát egyrészt elszálltak a szója árak, és hát most ezen van egyfajta spekuláció, mint ahogy az euró-forint árfolyamon is egy nagyon jelentős spekuláció van, itt is ezekben az árakban is látunk egy jelentős spekulációt, aminek nem örülünk persze, de hát egyelőre ez van. És azt is mondják a hozzáértők, hogy lesz visszarendeződés valószínű, de hogy mekkora, azt nem lehet megjósolni, mert nem látszik az, hogy ez teljesen vissza fog rendeződni oda, hova kellene. A másik,
a vitaminok kérdése, ott nagyon kitettek vagyunk Kínának. Az egész világ egyébként, hiszen Kína a világ vitamingyártásának központja. Vannak olyan vitaminok, a biotin, illetve a D-vitamin készítmények, ahol egészen 80%-át is ezeknek a készítményeknek ott állítják elő. De mivel másfél hete Kínában az üzemek gyakorlatilag teljes mértékben 98%-ban úgy tudom újraindultak, tehát ez a hiány, ez átmenetinek látszik, illetve nagyon sokan az elmúlt hónapban bespájzoltak. Takarmányipari szereplők mondják azt, hogy két havi mennyiséget adtak el, fullon ment az összes gyáruk, és nagyon sok terméket adtak át a gazdáknak. Az, aki eddig egy-két hétre tartalékolt, az most igyekszik ennek duplájára tartalékolni, aki egy hónapot, az két hónapi készletet próbál beszerezni. Tehát van egyfajta ilyen készletezés, és hát ezért gondolják azt, hogy április-májusban egy kicsit lecsendesedik ez a roham, de egyelőre sikerült ezeket kielégíteni. Voltak fönnakadások, ezeket a sajtóban néha hírként fel is kapta a média, de úgy gondolom, hogy nagyobb fennakadás nincs. Tudunk olyan telepről, vagy esetleg vágó üzemről, ahol a vírus megjelenése miatt valamilyen leállást jelentettek be? Teljes leállásról nem tudok, de a feldolgozóknál például azt tapasztaljuk, és akkor megint visszakanyarok, még talán nem fejeztem be a sertés helyzetet, hogy itt az év elején és már tavaly is egy nagyon jó ár alakult ki a sertés piacon. 500 forint fölötti vásárlási árakról beszélünk, ez kicsit visszaesett februárba, aztán újra emelkedni kezdett, és akkor jött a koronavírus helyzet. Most újra visszaestek az árak, de nem olyan mértékben, hogy ez még 500 forint talán nyomta volna az árakat. Ugyanakkor a feldolgozók jelezték, hogy egy nagyon jelentős árcsökkenéssel tudják csak folytatni a munkájukat. Amennyiben ez nem következik be, még az is elképzelhető, hogy le kell állniuk. Ez most még nincs napirenden, de hogyha nem tudunk például a héten kitalálni valamit, és nem tud mindenki engedni a saját érdekeiből és elveiből, akkor nehéz lesz a helyzet, és elképzelhető az, hogy néhány hétre akár le kell álljon egy-egy feldolgozó. Én remélem, hogy ezt el tudjuk kerülni. Remélem, hogy belátják a feldolgozók is, a termelők is azt, hogy ez egy olyan probléma, amit közösen tudunk csak megoldani. Tehát egyik és másik szereplő rovására ezt nem tehetjük meg. Az nem hosszú távú gondolkodás, hogyha tönkre megy a feldolgozó, és az sem, hogyha a termelő tönkre megy. Tehát most nagyon bízom abban, hogy bölcsek lesznek, és akár a tej, akár a húsfeldolgozóknál egy kompromisszumos megoldással sikerül ezt az időszakot túlélni. A tejnél is egyébként ezt tapasztaljuk, hogy a szerződéses árak azok 100 forint, vagy a fölött vannak még, bár most már ott is csökkennek az árak, míg a spotpiacon 80 forint körüli árakról hallunk. Tehát biztos, hogy ott is a szerződéses árakat át kell gondolni, és ott is a termelőknek bizony el kell majd fogadni azt, hogy lehet, hogy 100 forint alá is be fog esni az ár. Itt a támogatásokon nagy hangsúly van, amennyiben sikerül kifizetni a nemzeti és olyan támogatásokat, amelyet a tejtermelők, illetve az állattartók kaptak az elmúlt időszakban, az életben maradáshoz alapvető lesz, és segítség lesz. Itt is nagyon fontos ezért az a minisztérium részéről, hogy ezt felismerve, most hallottunk is, most a héten nagy bejelentésekre készül a kormány. Nagyon bízunk abban, hogy ezektől az ágazatoktól nem fognak elvenni forrásokat, mert hogyha megszűnik ez a forrás, akkor viszont képzelhető, hogy az, amiről az elején beszéltem, soha nem hagyják abba, ha tehetik a állattartók a termelést, akkor lehet, hogy mégis kényszer helyzet állhat elő. És hát itt azért nagyon fontos az, hogy mindenki a saját területén önmérsékletet tanúsítson, és lássa be azt, hogy most az, hogy nyereségesen termeljünk, az szinte lehetetlen. Inkább az a kérdés, hogy hogyan tudunk életben maradni. Ez legyen a fő kérdés. Mi a helyzet egészségügyileg? Tehát, hogy ez a vírus mondjuk, ha ugye egy feldolgozó cégnél megtámadja valamelyik dolgozót, ott leállhat akár az egész cég működése is. Ilyenről van valami hír, akár telepről, akár feldolgozó üzemről? Egyelőre nem kaptunk ilyen híreket, meg remélem, hogy nem is lesz, nagyon bízunk benne. Azt is tudjuk, hogy a nagy üzemek azok már kialakították azt a karanténozási elveiket és rendszerüket, ami arra szolgálhat, hogyha esetleg a telepen betegedik meg egy dolgozó, és a telep működése szempontjából nem lehet kiengedni onnan, ott kell karanténozni a dolgozókat, akkor azt hogy tudja megoldani. Itt azért még vannak értelmezésbeli kérdések, hogy ki hogy értelmezi ezt a kérdést. Egyeztetünk folyamatosan Bognár Lajossal, illetve azokkal, akik ugye tiszti orvos szolgálat, aki ebben illetékes. Bízom benne, hogy ilyenre nem kerülhet sor. Azt is tudjuk, hogy azért az állattenyésztés, különösen a zártartásoknál nagyon
eddig is nagyon szigorúan vették a karantént, eddig is nagyon szigorúan vették a fekete-fehér öltözőt, a beléptetést, kiléptetést, tehát ezeket azért, ezeket az afrikai sertéspest is kapcsán például a sertéstartók nagyon is mindennapi gyakorlatként élik már meg hosszú ideje, tehát azért erre talán jobban mi oda tudunk figyelni, de nagyon fontos is, hogy erről a figyeljünk, mert tényleg, hogyha itt nincs termelés, és nem lesz dolgozó, akkor nagy gond lesz, és itt hadd jegyezzek meg valamit. Az európai körképnél, amit gyűjtöttünk itt a hírlevélhez, az első számú probléma a munkaerő a régi tagállamokban, de nálunk is azért többen jelezték azt, hogy vannak olyan dolgozóik, akik nem a környékből jönnek, hanem messzebbről, vagy az országhatáron kívülről. Na most ezeknél az embereknél, ezeknél a dolgozóknál a karantént, hogyha csak a karantént néznénk, és van, akit egyébként nem is lehet hazaküldeni, vagy nem is tud eljönni, de ha tudna, két hét, mikor eljön, akkor két hétig karantén itt, mikor hazamegy, két hét karantén ott, az egy hónap kiesés. Tehát ezek óriási gondokat okoznak már most olaszoknak, spanyoloknak, franciáknak, svédeknek, mindenkinek Nyugat-Európában, és itt jegyzem meg zárójelben, itt látszik az, hogy mennyire mások dolgoznak ott most már a fizikai munkában, és nem ők. Európában, Kelet-Európában nálunk ez kisebb gond, de bizony nagyon sok helyről jelezték azt, hogy nyomasztó, és egyre nyomasztóbb a munkaerő hiány, vagy az, hogy félnek az emberek elmenni dolgozni. Picit térjünk vissza az állatokra egy másik témában, a madárinfluenza ugye újra felütötte a fejét. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Kellett telepeken a termelést leállítani, állatokat kivágni? Mennyire terjed el az országban ez a madárinfluenza? Most hogy áll a tudtod szerint az információ? Baromfi ágazatot, a Baromfi Terméktanács, onnan az információkat a Baromfi Terméktanács gyűjti össze, és a Csorbai Attilát szoktuk kérni, hogy rendszeresen tájékoztasson erről. Én javaslom egyébként, hogy majd ővele kellene külön a Baromfi ágazattal kapcsolatban kérni egy tájékoztatást, hiszen az Állattenyésztők Szövetségének nem tagszervezete a Baromfi Terméktanács, és eléggé önállóan végzik ezt a munkát. De azt látjuk, hogy a madárinfluenza a víziszárnyasoknál okoz a legnagyobb kárt és bajt, és ezt azért azok a tagjaink, akik Baromfival is foglalkoznak, ezt jelezték. Tehát ott súlyos a gond, ott egyrészt piaci gondok, termelési gondok, és ez a munkaerő gond, amit most elmondtam, fokozottan sújtja őket. Tehát azt hiszem az egyik legkatasztrófa sújtottabb területnek számít ma a víziszárnyas ágazat. Tehát ott azonnal intézkedésekre lesz szükség, és van szükség, és nagyon komoly kiesést fognak elszenvedni, ez látszik. Ez egyébként nagyon sajnálom, mert tudtommal nagyon komoly piacuk van a víziszárnyasoknak Európában, tehát a magyar víziszárnyasnak Európában, és nagyon szomorú, hogyha az is kiesik a rendszerből, és talán ennek kapcsán hadd kérdezzem meg, hogy ami ilyenkor napirenden van, ugye a húsvéti bárány export az országból, azzal, hogy állunk, sikerül szállítani, ugye pont Olaszországba kéne szállítani ezt javarészt, úgy tudom, sikerül ezt megoldani? Még mielőtt erre rátérnék, nagyon jó, amit mondtál, tehát a libamáj, illetve azok a kacsamáj és azok a termékek, amit a víziszárnyas ágazat termel, az általában egy primör, vagy egy olyan termék, ami egy ilyen magasabb szintű fogyasztói közösségnek szólnak, illetve a marhahúsnál is, meg a bárányhúsnál is, ami drágább húsféleségekhez tartozik, bár most néhány boltban ugye a csirke mell is azért egészen elszállt, és már volt, aki azt mondta, inkább marhahús, marhalábszár menni, és nem csirke mellett, mert azért ez nem normális dolog, amikor 3000 forintért kell csirke mellett vásárolni, zárója bezárva. Szóval ezek a prémium termékek piaca esett vissza leginkább. És ezt a báránynál is látjuk, hogy egy drága termékről van szó, hagyományos termék, Olaszországban, Franciaországban, Egyesült Királyság, Spanyolország azért van ennek fogyasztói köre, meg hát a muzulmán közösségben szintén, és azért Európában az elég jelentős fogyasztják a bárányhúst. Aztán itt van húsvét, a pravoszláv húsvét, aztán utána pedig a ramadán áprilisban megkezdődik, tehát ezek mind olyan időszakok, amikor a bárányra nagyobb igény van, nagyobb szükséglet van. Egyelőre azt látjuk, hogy ha akadozva is, de folynak a kiszállítások, egy 10-15%-os árcsökkenés volt euróban kifejezve, ami forintra visszakonvertálva már olyan nagyon nagy csökkenés nem jelent, mert a forint és euró árfolyam pedig ugye változott. Tehát ott vagyunk, hogy olyan 1000 forint körüli árakat el lehet érni annak, aki jó minőségben egy nagyobb mennyiséget föl tud ajánlani. Kicsit lassabb, nem olyan folyamatos a kiszállítása, mint egy békeidőben, de komolyabb fennakadásokról nem számoltak be. Az első időszakban voltak ilyenek, ezek megoldódtak, a zöld folyosót az Európai Bizottság és az magyar kormány is igyekszik biztosítani. Sajnos ettől függetlenül időről időre
Vannak olyan napok, amikor néhány órára megállítanak egy-egy kamiont, de ez inkább azért van, mert adott vámos vagy határőr másképp értelmezi a jogszabályokat, ezeket aztán sikerül általában nagyon rövid időn belül elhárítani, tehát a kiszállítás azt mondhatom bárányban folyamatos. Köszönöm szépen, én azt remélem, Zsombor, hogy visszatérhetünk ezekre az aktualitásokra majd hamarosan, hogy egy kis helyzetképet adjunk folyamatosan a nézőinknek. Én még valamit szeretnék megemlíteni, és megdicsérni érte, ha szabad ilyet mondanom. Nagyon szép a, nem csak a honlapotok, hanem az újság, amit kiad az Állattenyésztők Szövetsége. Nekem nagyon tetszik, egy nagyon tartalmas lapot sikerült kreálnotok. Még a hírleveleteket nem láttam, de remélem majd megnézhetem ezt is a tartalmát. Mi szorgalmasan közöljük belőle azokat, amit mi fontosnak tartunk. Egyre több mindent tudunk belőle közölni, mert értékes tartalmat állítotok elő. Én szeretnék ezt gratulálni nektek, szerintem egy jó sikerült terméke a szövetségnek. Köszönöm szépen, sok munkánk van benne, de én is azt hiszem, hogy talán előre fele haladunk, és egyre többen mondják azt, hogy igen, ez egy jó irány, és azért akkor itt most hadd fordítsam vissza, és én meg gratulálhassak neked, meg megköszönném azt az együttműködést, amit azért most már nem most, az elmúlt években, hanem nagyon régóta közösen végzünk, és ezután is számíthatsz rám bármikor, és én is tudom, hogy bármikor számíthattam rád, amit ezúton is szeretnék megköszönni. Köszönöm én is ezeket a kedves szavakat. Jó egészséget kívánok neked, kitartást, jó túrákat a keszthelyi havasokban, és remélem hamarosan visszatérünk így a képernyőn, és újabb információkat tudunk közölni. Azt meg még inkább remélem, hogy hamarosan személyesen is, hogyha elmúlt ez a vírus helyzet végre. Szép napot és jó egészséget neked! Köszönöm neked is, viszont kívánom!